Több órán keresztül nem volt áram egy kis dániai szigeten a Balti-tengeren, az északi áramlat vezeték közelében, hétfőn reggel. A Svédországtól délre fekvő 588 négyzetkilométeres Borholm közel 40 ezer embernek ad otthont. Az áramkimaradást nem sokan reggel 8 óra előtt észlelték. Fél tízre a lakosság egy harmadánál helyre tudták állítani a szolgáltatást, délre pedig már ismét volt áram a szigeten. A hatóságok szerint egy Svédországból érkező víz alatti kábel szakadhatott el, de a vállalat, mely a szigetet látja el energiával, mindenkit óvaintett a találgatásoktól a vizsgálat végeztéig. Az incidens két héttel azután történt, hogy négy hatalmas szivárgást fedeztek fel az Oroszországot Németországgal összekötő két északi áramlat gázvezetéken. Dánia azóta fokozta energetikai infrastruktúrájának védelmét.